Tisztelt Hölgyek, Urak! Engedjék meg, hogy köszöntsem mindannyiunk nevében Vesztergál Miklós barátomat. Nyolc éve van szerencsém barátomnak tekinteni. Járt is körünkben 2007-ben egy rendezvényünkön. Sokszor gyönyörködtem baráti rendezvényeken, hivatalos rendezvényeken, tárogató játékában. Most azonban egy új oldaláról ismerhetjük meg. Megjelent első könyve, Első lépcsőfok a szemkoronatlanhoz címmel. Megkérném Kós Ritát és Somogyi Gyulát a könyv hátulján lévő méltatások, ajánlások felolvasására. A földkerekség csaknem minden embere a sátáni nagy tőke hálójában derülik. Szabadulását csupán az ember Istennel való kapcsolatának visszaállítása hozhat. Ennek legfontosabb eszköze a magyar szent korona, amely az égből szállott alá, és a vele szervesen összefüggő, benne általa létező történeti alkotmányunk. Ez utóbbi jogfolytonosságának helyreállítása nem csak nemzetünk szabadulását adhatja, hanem Istentől való ereje, példája okán minden más nemzetéjét is. Hogy ez miképpen lehetséges, és mit kell tennünk a megvalósulásáért, erről szól Vesztergál Miklós írása. Könyve jeles kutatók írásain alapul, minden mondata élő beszéd közérthetőségével és cselekvésre fölkészítő varázsával, mert szabadulásunk Isten és az Isten adta szent korona segítségével cselekvésünk gyümölcse lesz. Szeretem hallgatni Vesztergál Miklós tárogató játékát. Valódi küldetést teljesít vele, népnevelést a népdalokkal és népénekekkel, hazaszeretet felébresztését hazafias művekkel és magyarázatukkal. Amikor felkért, hogy ezt az írását nézzem át és véleményezzem, bizony nagyon meglepődtem. Nem számítottam arra, hogy írni akar. Elolvastam azonban, megörültem, mert valóban nagy szükség van az érthető, világos megfogalmazásra. Oly keveset tud a közönség a Szent Koronáról, s még kevesebbet a történelmi alkotmányról. Szükség van tehát minden szóra. Ez a könyv alkalmas is a figyelem felkeltésére. Aki elolvassa, megismerkedik az alapokkal, s ha tovább akarna haladni, elkezdhet hosszabb, részletesebb művekkel foglalkozni. Bizonyára sokan lesznek így, mert világos, érthető stílusa, érdekes, de mégis pontos megfogalmazásai vonzóak, tovább lépésre ösztökélnek. Érezhető, hogy nem szaktudós szól hozzánk, hanem hazáját szerető és féltő művész, aki írásaival is gyógyítani szeretne. Igen, gyógyítani a beteg földet és népét. A mai válság sok-sok tünetére keressük a jó választ. Vesztergál Miklós megtalálta ebben a könyvében, és főleg úgy találta meg, hogy az érthető, világos és vonzó. A magyarok nagyasszonya segítse, és áldja meg mindazokat, akik ezt a könyvet forgatják, lépjen be életükbe, és így váljék mindannyiunk javára, akik a Szent Korona tagjai vagyunk, és a földjét lakjuk. Dr. Bakos Batu, magyarok nagyasszonya, Szent Korona lovagrendjének nagymestere. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. És mivel, hogy elhangzott, hogy én igazából tárogatós vagyok, ezért engedjék meg, hogy mielőtt hozzákezdek a ma esti mondani valamhoz, előtte tárogatóval hagyjátszak el egy dallamot, mint egy fölvezetőképpen. Hát az egyik szívem csücske, szép vagy gyönyörű vagy Magyarország. Thank you.
könyvemet egy köszöntéssel kezdem. Kedves barátaim, honfitársaim, Szent Korona népe. Talán furcsa ez a köszöntés, pár mondatot mondanék róla. Tehát először is én mindenkit a barátomnak érzek, aki velem szemben nem ellenséges. Mindenki a honfitársam, aki a Kárpát-medencébe született, és függetlenül attól, hogy valaki érti-e, vagy hallott-e róla, vagy még sosem hallott, de mindenki a Szent Korona tagja. Hát mit is jelent ma a Szent Korona a legtöbb embernek? Tárgyat, királyságot, úri rendet, szolgaságot, feudalizmust, visszalépést, igazságtalanságot. Sajnos az embereknek a legtöbbjének a számára valóban ezt jelenti. Ezen semmi különleges nincs, ugyanis ezt tanították nekünk. És mindenkinek ezt tanították, ugyanis 44. március 19-én a német megszálláskor szűnt meg a Szent Korona alkotmánya, azóta erről soha nem tanítottak senkit, és hogyha valaki előadásokon, könyvekből, vagy más helyről, vagy családból nem tudott információt erről szerezni, akkor nem is tudhat semmit a Szent Korona arról. Tehát mindjárt az elején szeretnék elnézést kérni, senkit nem szeretnék megbántani, nem az ő hibája, ha nem tudja, mi az a Szent Korona tan, a körülmények és a társadalom hibája ez igazán. És sajnos nem is véletlenszerűen, erről majd többet fog beszélni. Ma a történelem tanítást a Tudományos Akadémia határozza meg. Kocsis István, aki számtalan Szent Korona könyvet írt és hasonló dolgokkal foglalkozik, leírta azt, hogy ha ma valaki a Tudományos Akadémiának a tagja szeretne lenni, már pedig minden történész számára ez jelenti a plafont, az elismertséget, annak három dolgot kell figyelembe vennie még rögtön az elején. Soha nem beszélhet titkos háttérhatalomról vagy összeesküvés elméletről. Hát leírtam a könyvembe, hogy ha valaki Trianont meg tudja magyarázni ez a két fogalom nélkül, az bármit kérhet tőlem. Tehát soha nem beszélhet a Szent Korona alkotmányról. Hát voltak királyaink, meg volt egy korona, amivel megkoronázták, de semmi többet, és soha nem beszélhet Istenről. Márpedig megnéztem a lányom 8-os történelemkönyvét, pontosan ez a három dolog van belőle kiszedve, tehát attól kezdve érthetetlen az egész történelem, nincsenek összefüggések, és pontosan ezt szeretnék, hogyha mindenki úgy gondolná, hogy ez véletlenszerűen, spontán történt a 20. század történelme, hát sajnos azt kell erre mondanom, hogy abszolút tudatosan előkészített és folyamatosan irányított volt ez a történelem, de mivel hogy így nem érti az ember, hogy mi miért történik, így ezért nem is fogja szeretni, meg nem is érdekli, meg hagyjanak engem békén az egésszel, az már megtörtént, úgy sem lehet rajta változtatni. Hát ez abszolút tudatos agymosásnak az eredménye. Előre szeretném bocsátani, hogy én nem vagyok tudományos kutató. Én egy egyszerű szakmunkás vagyok, tehát én a könyvet is nem tudományos szakkönyvként írtam, hanem ismeretterjesztőnek, figyelemfelhívónak. Azért ez a cím, hogy első lépcsőfok a Szent Korona tanhoz, ugyanis régóta foglalkozom ezzel a dologgal, és elkeserített az a tudat, hogy ma, hogy a kezünkben van az a megoldás, a kulcs, ami nem csak Magyarország, hanem az egész világ globalizmusát meg tudná szüntetni, az isteni erkölcsre alapult alkotmány, ami a legmagasabb szintű az egész világon. És elnézést, ha nagy szavakat fogok használni, nem véletlenül használok ilyen szavakat, tudom, mit beszélek. Tehát kezünkben van az az alkotmány, ami a legmagasabb szintű az egész világon, és csak pusztán azért, mert nem tudunk róla, az orrunknál fogva vezetnek bennünket a politikusaink, és mindig szembe fognak állítani bennünket egymással, mert ez az ő érdekük. Illetve nem az ő érdekük, hanem annak az érdeke, aki ő mögöttük áll, és kézben tartja a gyeplőt. Tehát azért is elnézést kérek, senkit semmiféle politikai meggyőződésében nem szeretnék megbántani, megváltoztatni sem, de össze fogom hasonlítani, hogy milyen lenne a Szent Korona alkotmánya szerinti élet, és milyen életben élünk ma. Hát sajnos a kettő köszönöm viszonyba sincs egymáshoz. Ismerjük meg, mi az, hogy Szent Korona tan. Ma háromféle korona létezik a világon.
Az egyik a köznapi korona, amit a király bármikor használhat a családi körében, barátaival, bár, tehát amit hétköznap egy egyszerű pánt vagy bármilyen jelkép lehet. Ez a családi vagy a hétköznapi korona, van az országló korona, amit akkor használ, amikor országos ügyeket intéz, amikor király kollégát fogad, vagy követeket fogad. Tehát az ország ügyeiben, az ország dolgaival foglalkozik, akkor természetesen nem a hétköznapi koronáját fogja hordani, akkor azt a koronát hordja, amit ő neki, vagy ő maga készítetett, vagy örökölte valamelyik ősétől. Ilyen koronája bárki, minden királynak van. És van egy harmadik típusú korona, ezt úgy hívják, hogy beavató korona, ami viszont csak egyetlen egy van az egész földkerekségen, és ez a Magyar Szent Korona. A Magyar Szent Koronát a király egyetlen alkalommal találkozhat vele koronázáskor. Nagyon szigorú előírások között, tehát még a ruházat is meg van határozva, hogy milyen, tehát aranyjal átszőtt ruhában kell lennie neki is, az esztergomi érseknek is, aki megkoronázhatja a királyt. És nagyon szigorú időpontban, helyszínen és körülmények között történhet csak a király koronázás, ami a beavató koronával történik, és tulajdonképpen akkor a király egy közvetlen kapcsolatba kerül Istennel, a korona által. A korona egy nagyon-nagyon összetett személyiség, talán ez is érdekes egy kicsit, tehát a korona nem tárgy. Ha az őseinket megkérdeztük volna, hogy mi a Szent Korona, egyértelműen azt válaszolták volna, hogy a Magyar Szent Koronát Isten küldte, és angyalok hozták a magyar népnek. Egyébként az összes régi pénzeinken, részkarcaikon, címerünkön mindenütt azt ábrázolják, hogy angyalok tartják a koronát a magyar címer fölött. Ez az őseinek a lelkébe volt írva. Őnekik ezt nem kellett tanítani, mert ezt az anyatejjel szívták magukba, és ezért nem volt írott alkotmány a Szent Korona alkotmánya. A Szent Korona alkotmány szokásjogokra alapuló alkotmány. Ilyen Európában egyedül csak az angoloknak és nekünk volt. A többieknek mindenkinek írott alkotmánya van, a jelenlegi alkotmányunk is írott, úgynevezett kartális alkotmány. Összehasonlítom, a kettő között óriási a különbség, és az íratlan alkotmány sokkal-sokkal többet jelent, sokkal inkább magáinak érzi mindenki. Éppen ezért nem kell leírni, mert magától értetődők azok a törvények, amik a Szent Korona alkotmányában nem vannak írva. Egyébként a Szent Korona alkotmány nagyon-nagyon egyszerű, és nagyon, tehát 10 mondattal el lehetne mondani. Sajnos én azért írtam ezt a könyvemet, mert nagyon sok, akik írnak róla, ők általában mind magas képzettségű emberek, ügyészek, jogászok, különböző doktorok. Tisztelet a részükre, mert valóban ők tudnak erről a témáról legbehatóbban és legpontosabban fogalmazni, csak hogy az a baj, hogy ők anyanyelvi szinten beszélik az úgynevezett jogászi bigfa nyelvet, amit egy átlag ember nehezen tud követni. Én nagyon sok kutatót megkértem, hogy írják már le egyszerűbben, közérthetően, minden ember számára könnyen befogadhatóan, azt mondták, hogy egyet egyszerűbben nem lehet leírni. Hát végül is aztán azt gondoltam, hogy hát akkor megpróbálom én a saját szavaimmal egyszerűen, és valóban az a célom vele, hogy minden ember számára közérthető legyen. Hát remélem sikerült, és remélem sok embernek át fogom tudni adni, hogy mi is a Szent Korona alkotmánya. Kölcsei azt írja a Magyar Szent Koronáról. Szentnek nevezik a koronát, mert a legszentebbek gondolatát köték hozzája. Gondolatát a szabad nemzet egy testbe foglalásának, gondolatát az egyesült néperőnek, mely ne csak idegen bitorló, hanem egyes honfiak féktelen hatalomvágya ellen is bonthatatlan gátat emelje. És talán ez egy nagyon-nagyon pontos fogalmazás, ugyanis a Szent Korona annak a lényege, hogy a végét még egyszer elolvasom. Ne csak idegen bitorló, hanem egyes honfiak féktelen hatalomvágya ellen is bonthatatlan gátat emelje. Ugyanis a Szent Korona az összes olyan jogokat, ami az ország fönnmaradását biztosítja, sőt a következő generáció létföltételeit, ezt mindet a Szent Koronához kötötte hozzá, ami
nem gyarló emberi személy, aki nem tud esetleg botlani, hanem mindig ugyanazt fogja képviselni több századon vagy több évezreden keresztül is. Ez a Szent Koronata annak a legfontosabb lényege. Kazinczy Ferenc így ír a koronáról, jegygyűrű a király és a nemzet között. Nemrégiben egy koronaőrrel beszélgettem, és minden egyes alkalommal, amikor a Szent Koronát említette, úgy szólított, hogy ő felsége. Hát ez az ő felsége, ez személy. Személyt jelent, tehát ő biztosan tudja, miről beszél. Tehát a Szent Korona nem tárgy, hanem egy jogi személy, aki gondolatai van, akarata van, és képviseli mindenkori magyar államot. Szent István az Intermezzo zárásaiban, amit a fiának írt, amit gyakorlatilag a második lépcsőnek nevezünk a Szent Koronata kialakulásában, ő már pontosan úgy írta le a Szent Koronát, hogy nem egy tárgy, hanem attól sokkal több. Azt írta, hogy és mindaz, amiket itt összeszedegettem, képezik a Szent Koronát, amely nélkül sem a Földön, sem az égben nem uralkodhatsz. Tehát ő már pontosan tudta, hogy a Szent Koronata sokkal több, mint egy egyszerű aranytárgy, hanem mindenek fölött álló eszmeiség. A Magyar Tudományos Akadémián megengedte 1982-ben, miután visszahozták a Szent Koronát Magyarországra, egy tudományos kutatócsoportnak, hogy vizsgálja meg, de azzal a föltétellel, hogy mindenben csak olyan eredményt hozhatnak nyilvánosságra, ami megfelel az eddigi tudományos akadémia feltételeinek. Aztán még a Nemzeti Múzeum igazgatója is külön engedélyt adott, ő is ugyanezeket a pontokat jelentette ki, tehát semmiképpen nem képviselhet mást, mint ami eddig le volt írva. Ezt Csomor Lajos, ő felsége Magyar Szent Korona című könyvében leírtam, megvizsgálták, és egyértelműen bizonyították azt, hogy a Szent Korona egy, egységes, tehát nincs olyan, hogy külön a pánt és külön a keresztpánt rajta. Tehát egyetlen műhelyben készült, nem ugyanaz a kéz készítette az összes képet rajta, de egyetlen műhelyben, egyetlen korban és ugyanazra a célra. Tehát ők ezt bebizonyították több száz más korabeli ékszeren, hogy miért mondhatják azt, hogy ez teljesen egységes, ez egyszer készült, és ez arra készült, hogy a szakrális korona, az egyetlen szakrális korona, tehát az ősi szakrális királyságot továbbvinni. És hát majd ezt később elmagyarázom, hogy is került a magyarsághoz. Tehát ők ezt az eredményt publikálták, amit a Magyar Tudományos Akadémia összehívott egy bizottságot, hogy ezt megcáfolja, és amikor íródott a könyv 10 évvel később, addig még semmit nem tudtak megcáfolni abból, amit az a tudományos bizottság állított. Miszerint, hogy egységes a korona, és valóban Szent István fején lehetett, ugyanis sokkal hamarabb készült egységesen. Tehát nem igaz az, amit ma a Tudományos Akadémia állít, hogy két külön részből áll, és ezt az 1200-as években szerelték össze. Tehát gyakorlatilag ők tudják, hogy miért félnek a Szent Koronatantól. Remélem, mi is fogjuk tudni azt, hogy mi van a kezünkben. A Szent Koronatan különböző korokban folyamatosan fejlődő szokásjogokból alakult össze. A legelső, amire alapozzák, ez a vérszerződés 5 pontja, ami a 800-as években írták le, és az is biztos, hogy nem akkor találták ki, tehát már az is egy bevett szokásjog volt, ami a magyarok őseinek a szokásjogai, akkor lett leírva, aztán ehhez kapcsolódott később a Szent István intelmei, majd az 1222-es aranybulla, majd a Verbőci 3-as könyve, a kiegyezés pontjai és az 1920-as joghelyreállításnak a pontjai, tehát ezekből adódott össze az, amit ma Szent Koronatannak nevezünk. És akkor a vérszerződés 5 pontját szeretném felolvasni, ugyanis az nagyon fontos, erre többször vissza fog térni, az egész Szent Koronatan erre épült. Ma a magyar történelmet Szent Istvántól indítják. Ez nevetséges, hiszen nem akkor keletkezett a magyar állam, akkor csak a magyar királyság keletkezett. De mint ahogy látjuk, az sem akkor, hanem teljes mértékben visszaépül a vérszerződés pontjai.
Vérszerződés első pontja. Azok a fejedelmi személyek, akik tulajdon szabad akaratukból választották álmos unukká, sem ők maguk, sem a fiaik soha semmi esetre ne essenek ki a vezér tanácsából és az ország tisztességeiből. 2. Ameddig az ő életük, sőt az utódaiké tart, mindig álmos vezér ivadékaiból legyen a vezérük. 3. Ami jószágot, vagyot, fáradalmaik árán szereztek, mindegyiküknek része legyen abban. 4. Hogyha valaki álmos vezér és a többi fejedelmi személyek jogutódjai közül az esküvel kötött megállapodásokat meg akarná szegni, örök átok sújtja. Ha valaki az utódai közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenletlenséget szítana a vezér és a rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, mint ahogy az ő vérük omlott az esküben, amit álmos vezérnek tettek. És akkor most három vonulatba szeretném párhuzamosan végigvezetni, hogy hogyan alakult ki a Szent Koronata. Az Endrei Antalnak a Magyarország koronája című könyvéből vettem át, ugyanis nagyon szépen képletesen végigmagyarázza, hogy történelmileg hogyan alakult ez ki. Tehát az első a királyi elv. Ez azt jelenti, hogy a Magyarország a király körül és a királyi, az ország rendje és a virágzása a királyi korona körül forog. A magyar nyelv ősszavaival, ha ezeket használjuk, például úr, uralkodó, fejedelem, király, ország, országgyűlés, birodalom, tartomány, előkelő, elöljáró, nemes, tanácsos, had, hadnagy. Tehát ezeket a szavakat már a vérszerződés korában még előtte is használtuk, és nem másoktól vettük át, hanem pontosan tudtuk ennek mi a jelentése. Tehát az, hogy a királyság Magyarországon megalakult, ez nem véletlenszerű dolog volt, és nem is volt talán váratlan dolog, hiszen a történelmi leírások Attila udvarát Attila királynak nevezik. Tehát Attila már király volt, tehát a királyság, a magyarság őstörténelmében nem volt egy idegen. Valamint hát az első nagy királytól, Nimródtól eredeztetik a magyar nemzetet is. Amikor Attila visszatért a Kárpát-medencébe, akkor itt a helyiek is ugyanezt a nyelvet beszélték. Tehát nem idegen környezetbe tért vissza, tehát Kárpát-medencébe egyébként történelmileg több ezer évre, sőt, ha visszakói piramisokat is most már ide számítjuk, több tízezer évre visszamenőleg is ugyanezt a nyelvet beszélték, és ugyanezzel ennek a népnek különböző néven nevezett ős népei lakták a Kárpát-medencébe. Tehát a magyar népén, a magyarság számára nem volt új a királyság. És a vérszerződés második pontja az, ami a király személyét még inkább pontosítja, amely azt mondja, hogy ameddig az ő életük és az utódaiké tart, mindig álmos vezér nemzetségéből válasszák a fejedelmet. Tehát mert ők az álmos nemzetségét, tehát amit ma őstörténelmünkben tudunk, tehát Álmos anyja megálmodta előre, rászállt egy turulmadár, és álmában azt látta, hogy ágyékából hatalmas folyó árad, amely beterít nagyon sok területet. Tehát ezt azt fejtették, hogy hatalmas királyok születnek tőle, de nem a saját földjükön fognak elszaporodni. Tehát Álmos már legendából született. Egyébként az, hogy Álmos, az lehet Emese álmának is visszavezetni, de a latinul a calmus, tehát a calmus szó, az szentet jelent. Tehát már Attila, vagy Álmost már isteni fejedelemnek és isteni uralkodónak érezték már akkor is, nem véletlenül az ő utódaiból választanak mindig fejedelmet. És hogy mekkora tekintélye volt a magyar királyoknak, ami szintén a vérszerződés pontjára, az ötödik pontra lehet visszavezetni, ami azt írja, ha valaki az utódai közül hűtlen lenne a vezér személyéhez, vagy egyenetlenséget szítana a vezér és rokonai között, a bűnösnek vére omoljon, amint az ő vérünk omlott az esküben, amit álmos vezérnek tettek. Tehát a magyar királynak olyan hatalmas tekintélye volt már Szent István után a királyoknak, hogy például első Imre királyunk, az ellene fellázadt öcse, második Endre, táborába egy szál pálcával a kezében átment, és azt kiáltotta, hogy ki mer kezet emelni a koronás királyára.
és senki nem mert megmozdulni, és egyedül foglyul ejtette az öcsét, és véget vetett a lázadásnak. Hát korabeli európai királyok belesárgultak volna az irigységbe, hogyha ekkora tekintélyük és ekkora hatalmuk lehetett volna, mint ami a magyar királynak volt. Szent István a Turul dinasztia szakralitását adta tovább a koronának, a gyengébb magyar királyai pedig a koronára hivatkozva próbálták a saját tekintélyüket egyre magasabbra emelni. A Szent Korona itt túllépett a mindenkori király személyén, és a király fölött egy csúcsosodó hatalmat alkotott ki, amihez a királyok mindig szerettek volna támaszkodni, és az igazán nagy, a legnagyobb királyaink pedig a saját királyi hatalmukat próbálták mindenáron gyöngíteni, és ezt a királyi hatalmat áthelyezni a koronára, ami azt jelenti, hogy amikor véget ér a szakrális királyság, ez Mátyás volt az utolsó úgynevezett szakrális királyunk, attól kezdve már nem magyar szívű királyok uralkodtak az országban. Ezt a törvényeket akkor is tovább lehessen menteni, tehát ezeket ne lehessen megsemmisíteni, ne lehessen eltörölni, és ezek a törvények azok, amik mindig a túlélést biztosítják az ország számára. Így a Szent Korona lett minden tulajdon forrása, a legfőbb hatalom birtokosa, minden jog, erkölcs és törvényesség őre, a ma magyar államiság szimbóluma. Tehát így növekedett a Szent Korona folyamatosan egyre inkább a királyok fölé, ez egyébként egyetlen országban sem alakult ki így. Angliában van még korona eszme, de közjogitannál már nem nőtte ki magát, tehát ilyen szintű, mint a magyar Szent Korona alkotmánya egyetlen sincs Európában sem. Tehát az államhatalom megtestesítője lett, a király felett állt, például akkor, amikor véget ért az Árpádház, illetve férfiágon kihalt az Árpádház, utána 9 évig nem volt koronázott király az országnak. Károly Robertet hozták az országba, de előtte, tehát Vencelt felkérték, most nem akarom hosszan mesélni a történetet, de nem sikerült, vagy megkoronázták a Szent Koronával, de a nemesség nem fogadta el, érvénytelenné vált, utána Vencel átadta Otto Bajor hercegnek, aki szintén leányágon Árpádházi volt. Őt is megkoronázták, a nemzet akkor sem fogadta el. Károly Robertet közben 2-szer megkoronázták egy pótkoronával, mert meg az eredeti Szent Koronát nem sikerült megszereznie. 2-szer a pápa helyezte át a Szent Korona erejét egy másik koronára, de hiába csak a Szent Koronával megkoronázott király lehet magyar király. És ugyanakkor az ország nem roppant össze, a délvidéki csatlakozott országok, a társult országok akkor is kitartottak a Szent Korona mellett, mert hiába nem volt királya az országnak, a Szent Korona uralkodott az ország fölött, és ugyanolyan erővel, ugyanolyan tisztán folyt minden tovább, tehát gyakorlatilag a Szent Korona már addigra átvette a hatalmat az egész ország fölött, és 9 évig nem volt koronázott király az országnak, és mégis minden tovább működött. A hűséggel nem a királynak járt, tehát a magyar nemesség hűsége nem a királynak szolgált, tehát nem a királyt nézték a legmagasabbnak, hanem a Szent Koronát, és a hűséggel mindig a Szent Koronának szolgáltak. A király, ha hű volt, tehát méltó volt a Szent Koronához, akkor nyugodt lehetett, hogy az egész ország ott áll mögötte. Ám de, ha ő szembefordult valamikor is a Szent Korona eszmeiségével, akkor tudta, hogy elveszíti a nemesek bizalmát, elveszíti a hűségét, és a nemesek a Szent Koronához lesznek hűek, nem hozzá. Ez például megtörtént Zsigmond király idejében, amikor 6 hónapra a magyar főurak börtönbe zárták a királyt. A törvényesen megválasztott király 6 hónapig börtönben volt, azért, mert szembefordult a Szent Korona alkotmányával. Majd amikor kiengedték a börtönből, ő minden egyes főúrnak egy köszönő oklevelet küldött, ezek az oklevelek ma is megvannak, amiben megköszönte, hogy figyelmeztették a kötelességeire, és attól kezdve Zsigmond az egyik legerősebb és legjobb magyar királya volt az országban. Hát kérdezem én, hogy 8. Henriket a börtönbe zárták volna, vajon hogy köszönte volna meg az őt börtönbe záró főúraknak. Tehát ennyit jelentette az, hogy teljesen más erkölcsi alapon áll.
Szent Korona miután a király hatalmát is magára öltötte, így a királyi elv megtestesítője lett, mint élő organikus személy, minden tulajdon és jogforrása Kapocs Magyarország társult nemzetei és Isten között. És készen állt, hogy ezt a tulajdonosi normát, az alkotmányát kiterjeszte minden tagja fölé, és örökre és örök időkre biztosítsa Magyarország fennmaradását. Következő hasonló a demokratikus elv. Ma a demokráciát teljesen másképp értelmezik, mint ahogy ezt értelmezni kellene, ennek isszuk ma a levét. Tehát a demokratikus elv a 851-ben etelközben a vérszerződés első pontja ezt mondja. Azon fejedelmi személyek, akik tulajdon szabad akaratukból választották álmos urukká, sem ők maguk, sem fiaik soha, semmi esetre ne essenek ki a vezér tanácsából és az ország tisztességeiből. Ez azt jelenti, hogy a király nem egyedül uralkodik, és nem az történik, amit a király akar, hanem az ország vezetői, akkor a hét vezér, meg gondolom természetesen ez később egyre több lett, tehát ezek a vezéreknek a tanácsa nélkül ő nem kormányozhat. Ez szintén egyedülálló, és éppen ide lehet visszavezetni, ezért nem volt feudalizmus soha Magyarországon. A feudalizmus azt jelenti, hogy a király egy személyben mindennek az ura és hatalma, tehát ővé a legnagyobb hatalom. Ezt úgy nevezik szuverenitás, a főhatalom. Tehát amikor a király a szuverén, akkor ő azt tesz, amit akar. Tehát saját maga embereit kinevezi vezető posztokra, és gyakorlatilag egy kezben centralizálva tartja a hatalmat, és senkinek nincs joga fölülírni, fölülbírálni. Tehát ez diktatúra. Ugyanakkor van egy másik út is, amikor mai nyelven demokratikusnak nevezik, amikor egy népnek a kezébe teszik le a hatalmat. A nép mit csinál a hatalmával? Jelenleg ez van most Magyarországon. Semmit. Nem tud mit kezdeni vele, tovább adja a képviselőjének. A képviselő bemegy a parlamentbe, és attól kezdve mit képvisel? Nem engem, a választót, hanem a politikai pártját. És mi történik a parlamentben? Melyik gombot fogja megnyomni? Azt, amit a háta mögül bekiabálnak. Tehát akkor kié a hatalom? Azért az emberi, aki bekiabál. Akinek sem a nevét, sem az arcát soha nem fogjuk tudni. Ma ezt tanítják nekünk népi demokráciának. Hát ez diktatúra, ezt nem lehet másképp nevezni. Ugyanúgy egyetlen kézben centralizálódik a teljes hatalom, azt tesz, amit akar, senki nem írhatja fölül. Tehát akár centralizált hatalom van, akár népi hatalom van, mind a kettő diktatúrára torkollik. Ez a magyar Szent Koronában úgy történt, hogy a hatalom csúcsán a Szent Korona van, ami ő a szuverén, tehát ő neki korlátlan és megfelebezhetetlen a hatalma minden és mindenki fölött. Ő megosztja a hatalmát a király, a fő és a nemzet a tagok között. Tehát így organikus együtt a kettő, tehát a egyik a fő, a másik a tagok. És egyik sem hozhat úgy törvényt, hogy ezt a másik ne hagyná jóvá. Tehát a diktatúrát ezen az egyetlen módon lehet csak kiküszöbölni, máskülönben mindenféleképpen diktatúrába torkolik minden. Tehát megosztott hatalom, ez a kulcs szó. És a vérszerződésben benne van, hogy akik a fejedelmüké választották álmost, azok soha ne essenek ki a vezér tanácsából. Ők és az utódaik. Tehát gyakorlatilag már Szent Istvánnak is, pedig ő valóban behívott idegeneket is, bár azért ezzel óvatosan kellene bánni, de valóban hívott be idegeneket is, és valószínűleg nekik is adott hatalmat, de a magyar főuraknak ott kellett maradni a hatalomba, és előbb-utóbb, és aztán később ki is derül, ugyanis az aranybullába történik, amikor azt írják le, hogy minden idegen, aki a Magyarországba kerül, csak a királyi tanács engedélyével kaphasson bármilyen hatalmat. Tehát a királyi tanács az mindig ott volt. Amikor a király bármilyen országos problémákat megoldott, azt nem ő egy személyben, hanem ezt mindig a tanáccsal közösen kellett, hogy létrehozza. És ez az igazi demokrácia. És ez a Szent Koronatanban magától értetődően benne van. Tehát a Szent István például az intermeiben már a 7. pontban írja le a tanács szerepét. Tehát ő már akkor befoglalja azt, hogy a tanács nélkül nem lehet semmit létrehozni. A tanács állít királyokat, dönti el az ország sorsát, védelmezi a hazát, csendesíti a csatát, győzelmeket ő arat, kerget támadó hadat, behívja barátokat, városokat, őrakat, őront le ellenséges várakat.
A teljhatalom tehát nem a király, és éppen ezért Magyarországon soha nem alakult ki feudalizmus. A feudalizmus azt jelenti, hogy a király az összes birtok, és ő egymás alá helyezi különböző rétegekben az embereket. Most a Szent Kornatamban nem alá fölé rendeltségi helyzet, hanem egymás mellé rendeltségi helyzet. Tehát minden egyes nemesnek, akár főúr volt, akár csak egy egyszerű, úgynevezett hétszínvafás nemes, ugyanazok voltak a jogai, de ugyanazok voltak a kötelezettségei is. Tehát, hogy mindenki egyforma ugyanolyan joggal szerepelt az is, akinek csak, teszem azt, egy hold birtoka volt, vagy az is, akinek egy egész vármegyéje volt, jogilag ugyanolyan egyforma, egyenrangú emberként létezett. Természetesen a nemesség képviselte akkor a magyar nemzetet. Aki nem volt nemes, tehát az egyszerű parasztságnak nem voltak ilyen jogai. Na most ezt nagyon sokan magyarázzák félre, hogy na mi aztán elnyomtuk és eltapostuk, és micsoda brutális volt az az egész rendszer, és embertelen, és stb. Én erre azt tudom mondani, hogy akármelyik korba vizsgáljuk meg a magyar viszonyokat, és vizsgáljuk meg Európa bármelyik más királyságában levő viszonyokat. Köszönő viszonyban nincs egymáshoz. Tehát Magyarországon még a nem nemes sem volt új, olyan szinten elnyomva, mint ahogy bármelyik másik országban. Valamint nemességet bárki kaphatott. Az egyszerű, legpórabb ember is, ha a Szent Koronának tett hűségét bizonyította, akkor őt a király nemessé tette, földbirtokot kapott, és majd aztán később erről beszélni fogok, hogy ez a földbirtok örökös volt a számára, ez csak kétféleképpen veszítette el, vagy akkor, hogyha hűtlen volt a királyhoz, vagy a koronához, vagy magszakadás esetén, tehát magyarán szóval kihalt a család. Tehát a 11. századi oklevelek már bizonyítják, hogy mindenben a király a tanácsát, szerepét kikérte. Az aranybulla 1222-ben a köznemesség hatására jött létre, tehát nem a király akart az aranybullát kiadni, hanem egyszerűen a köznemesség összefogott, és azokat a pontokat, amik az aranybulla pontjai, azt mondták a királynak, hogy ezt törvénybe kell iktatni. Nem olyan nagyon tetszett ez a királynak, aztán később meg is akarta szüntetni, a nemesség még erősebben ragaszkodott hozzá, sőt, aztán még későbbiekben sokszor megismételték újra az aranybullát, újra megkötötték. Tehát például a harmadik Endre a koronázás után a törvények, az országgyűlés törvényt hozott, hogy a király az ország tisztviselői csak is az ország tanács hozzájárulásával nevezze ki. Tehát akkor már a király nem is dönthetett semmilyen ügyben, csak az ország tanács engedélyével, ezt már az előbb említettem. Később olyan törvény jött, hogy az ország tanács tagjait az országgyűlés választja meg, és a választott tanácsosok hozzájárulása nélkül a király minden intézkedése semmis legyen. Tehát mi már az 1200-as években parlamentje volt az országnak, törvényhozása volt az országnak, hát nézzük meg Európa bármelyik országában, hogy akkor hogyan és miképpen uralkodott a király. A társadalmi rétegződés. Tehát amit, ahogy említettem, a nemesség képviselte akkor a nemzetet, de az egyszerű embereknek is, tehát végül is ez úgy alakult ki, hogy Szent István idejében a vérszerződés harmadik pontja kimondja, hogy minden ember ugyanúgy, amit közösen szereznek, abban együtt részesüljenek. Na most Szent István, amikor a királyságot megalakította, akkor az ország kétharmadát kisajátította a királyi birtoknak, aminek az egyharmadát a katonaság fenntartása és a különböző közintézmények fenntartására nevezett ki, egyharmadot királyi birtoknak nevezett ki, de a harmadik harmada nemesség tulajdonában maradt. Tehát ezért nem volt feudalizmus Magyarországon, mert nem a királyi volt a teljes ország területe, az a vezető családok birtokaiban maradt. Aztán később azok az emberek, akik beálltak szolgálni, mert végül is a földjüket így a király kisajátította, kétféle dolgot tehettek, vagy beálltak szolgálni a vezető családokhoz, így azok elveszítették azt az ősi nemességüket, vagy beálltak a király szolgálatába, ott viszont sokkal hamarabb tudtak újra nemességet szerezni, és ezek voltak a köznemesek. Aztán ezek a köznemesek később nagyon gyorsan, nagyon kiterjedt, ugyanis a szászok, a székelyek, a szabadkirályi városok lakói, a kunok,
és a várak védői, ezek mind szintén úgy szabad emberek voltak, tehát mind ugyanúgy köznemességbe számítottak, és ez a köznemes réteg, ez folyamatosan egyre erősödött. Tehát a 13. század végére, amire kialakult a Szent Korona, már több mint az ország egyharmadát jelentette a nemesség. Akkor az aranybulla pontjai nagyon röviden. Magyar nemest törvényi és bírói végzés nélkül letartóztatni nem lehet. Minden nemes teljes adó és vámmentességet élvez. Peres ügyekben minden nemesnek jogában van a közvetlenül a királyhoz fellebezni. Nemesembert katonai szolgálatra csak védelmi háborúban a király közvetlen vezérlete alatt kötelezhető. És az utolsó pont, ami a legfontosabb az aranybulla pontjai közül. Ha a király megszegné az aranybullában vállalt kötelezettségét, a nemeseknek jogában áll ellentmondani, ellenállni, sőt fegyveresen ellenállni, hűtlenség vétke nélkül. Ez volt az a híres ellenállási jog, a jus resistendi, ami azt jelentette, hogy ha a király nem az ország érdekeit képviseli, akkor minden nemesnek nem joga, kötelessége ellentmondani, ha ez nem elég, akkor ellenállni, és ha ez sem elég, akkor fegyveresen ellenállni. Tulajdonképpen ezért volt Magyarországon egyetlen forradalom létezett, a Tanácsköztársaság. Az összes többi szabadságharc, ugyanis amikor az ország vagy a király, és ez főleg a később a Habsburgok ideje alatt nem az ország érdekeit akarta képviselni, akkor a magyar népnek joga és kötelessége volt ellenállni. Ennek a következménye volt a Rákóczi szabadságharc, 48. Ennek a következménye volt az úgynevezett fehér terror, a Horthy-féle fehér terrornak nevezett dolog. És én ugyanígy sorolom a 2006-os budapesti tüntetést is, amikor az ország helyre akart állítani azt, amit sajnos nem tartottak be. A keresztény nyelv. Tehát ezt nagyon nehéz a keresztény elvet végigvezetni, mert nagyon sokféle érdek fűződik ide, és nagyon sokféle félremagyarázás is. Hogy miből is indult a Magyar Tudományos Akadémia, én nyugodtan merem azt mondani, magyar talanítás. 1877-ben a származási vita folyamán Trefort Ágoston államhatalom nevében azt nyilatkozta. Tisztelem az urak álláspontját, én azonban, mint miniszter az ország érdekeit nézem, ezért külső tekintés számára előnyösebb, ha finnugor származás principiumát fogadjuk el, mert nekünk nem ázsiai, hanem európai rokonokra van szükségünk. A kormány a jövőben csak is azt a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finnugor elmélet mellett törnek láncsát. Ez a finnugor elmélet alapja. Azt hiszem, nem kell magyaráznom, hogy ennyit is ér. Széchenyi alakította a Magyar Tudományos Akadémiát egy éves teljes jövedelméből, hogy Magyarországnak legyen egy olyan iskolája, ahol összefoglalják a magyar történelmet. Na most ez sajnos a mag korban azonnal ellették a Habsburg küldötte vezetők, Budenz, Hundorfer nevű vezetők, akik magyarul sem tudtak, de ők állapították meg a finnugor elméletet. Tehát azért mondom ezt a kis kitérőt, azért mondtam, hogy ennyire nehéz a történelmünkről igazán beszélni. A magyarság ősnépeit nagyon sokféleképpen nevezték. Szkíta, Szitja, Szaka, Sumér, Pártus, Hun, Türk, Avar. Ez mind ugyanazt a népet jelölik, különböző időkben, különböző népek így neveztek bennünket. Ennek az egysége a magyar nyelvben és a szokásjogokban alapult meg. És hogyha visszamegyünk, Jézus előtt ezerrel Zarathusztra a pártus hit alapító már szinte pontosan leírta ugyanazokat a jó és a rossz szétválasztását, amit később Jézus is elmagyarázott. Ő ezt már 1000 évvel Jézus előtt elmondta, sőt ő pontosan meg is jövendelte, hogy Jézusnak születését milyen jelek fogják kísérni. Nagyon érdekes, hogy a úgynevezett napkeleti bölcsek, ez a napkeleti ezen érdekes kifejezés, ugyanis keletre a pártus birodalom volt abban az időben, ők pontosan tudták, hogy mikor született meg Jézus. Ugyanis ők el is mentek és meg fölkeresték, a zsidók sem akkor sem, azóta nem fogadták el Jézus megváltóként. Tehát a magyar nép
már sokkal régebből ön is tisztában volt ezekkel a tiszta erkölcsi alapokkal, amit ma a kereszténység elveinek nevezünk. A magyarok már a honfoglalás korában is, és még előtt is keresztények voltak, ugyanis először is Jézusnak az apostolai, több apostol is pártus területen térített. Na most régészetileg bizonyítva van az úgynevezett Árpád-kori mellkeresztek, tehát már kereszttel temetkeztek el emberek, tehát kereszténységet ismerték. Egyébként is elképzelhetetlen volna, hogy 30 év alatt akármilyen erős kezű király egy teljesen vadidegen vallást megalapítson egy országban. Most kitalálnák, hogy Magyarország muzulmán legyen, az vajon 30 év alatt meg lehetne oldani. Ez teljes mértékben képtelenség. Ez csak akkor működik, ha az ország, mert előtte is keresztény gondolkodású volt, csak nem zsidó keresztény gondolkodású volt, ugyanis abban a korban a kereszténységnek még többféle vonulata is volt, nem csak egy. Egyébként ma se csak egyetlen képviselete van a kereszténységnek, például a kopt kereszténység is létezik. Abban a korban még többféle volt, ebben nem akarok belemenni részletesen, mert vitát sem szeretnék ebből. Azt én úgy érzem, hogy a magyarság biztos, hogy keresztény lehetett már Szent István előtt is. Csak egy másfajta kereszténység, amire aztán ezt a kereszténységet nagyon könnyen rá lehetett építeni és meg lehetett valósítani. Máskülönben a pápa sem adott volna a koronát Szent Istvánnak, ha nem látta volna biztosítva azt, hogy keresztény ország lesz a Magyarország. Abban a Szent István három helyről kérhetett koronát. Vagy a bizánci császártól, vagy a német-római császártól, vagy a pápától. Ha bármelyik császártól elfogadja a koronát, természetesen szívesen adtak volna, de ez azt jelenti, hogy Magyarország az ő hűbérük lesz. Tehát Magyarország alattvalójuk lesz. Ha a pápától fogadott el koronát, az azt jelentette, hogy független, és a pápának joga volt koronát adni bárkinek, aki, ha látta a kereszténység továbbélését, és a pápától elfogadott korona megtámadhatatlan. Tehát nem véletlenül a pápától fogadta el a koronát, és az is, hogy most az a korona hogy is került a pápához, ez is egy olyan hosszú, ez külön előadásnak a témája lehetne. Ma fogadjuk el azt, hogy Szilveszter pápától kaptuk a koronát, ami egyébként valószínűleg az elrabolt avar kincsekkel kerülhetett ki Németországba, és Otto herceg adta vissza a pápának, amit Nagy Károlynak a sírjában volt állítólag 200 év. Tehát visszakerült a korona, és a pápa tudta, hogy a koronát nekünk kell visszaadnia. Sőt, a pápa a magyar királyt apostol társként kezelte, sőt azt mondta, hogy a magyar király apostol király, én csak apostoli vagyok. Ami azt jelenti, hogy a magyar király a mindenkori pápa fölöttese. Erről nem nagyon szoktak tanítani senkit. Szent László nevezte, vagy avatta szenté Szent Istvánt és Szent Imrét. Valamint ő hívta össze a szabolcsi zsinatot is. Tehát a magyar királynak volt egyedül egyház szervezési joga az egész földön, a pápán kívül. Tehát ennyire nagy hatalma volt annak, akit a Szent Koronával koronáztak meg. Szent István a koronát halála előtt felajánlotta a szűzanyának, ugyanis látta, hogy méltó utódja nincs, és a koronát és ezzel együtt az egész országot felajánlotta a szűzanya részére, ugyanis a magyaroknak már mielőtt a Kárpát-medencébe is bejöttünk, hatalmas volt a boldogasszony tisztelete, a szűzanya tisztelete. És a boldogasszonynak felajánlotta a koronát, és ezzel együtt a ezzel együtt az egész országot, és ezzel egy olyan szerződést kötött, ami egyik fele nem földi személy. Egyébként ezt a korona felajánlást későbbiekben többször is megismételték, tehát többszörösen felajánlották, tehát Magyarország a szűzanya országa. Tehát akkor is, ha nincs törvényesen megválasztott király, akkor is királyság, mert örökös égi királynője van Magyarországnak. Tehát teljesen mindegy, hogy ma van-e király, vagy nincs király, akkor is Magyarország egyetlen államformája a királyság, a monarchia. Az alkotmányos monarchia. Sajnos ezt már nem akarják tudomásul venni a vezető politikusaink.
A Szent Korona alkotmányában mindig a túlélési program volt beleírva. A kereszténység, mint ahogy organikus testnek képzelték, tehát aminek Jézus a feje és a tagjai a test. Ugyanígy alakult ki Magyarországon is, tehát a misztikus egyként így kettőből állt össze, tehát a fej és a test. Mint ahogy a kereszténység, úgy a világi törvények is. És akkor engedjék meg, hogy egy pár fogalomról beszéljek, mert amíg ezeket a fogalmokat nem értjük, addig igazán a Szent Korona tant sem fogjuk igazán megérteni. Tehát az első, mi a nemzet? Ma nagyon sokan használják magukra nézve azt, hogy nemzeti gondolkodású vagyok. Én nagyon sok embert megkérdeztem, hogy mit jelent a számodra ez a szó. És akkor úgy legtöbbje úgy hirtelen elhallgatott, és hát hogy mi, akik így? Hát mondom, ez kevés. A nemzet az azt jelenti, hogy szervezet, közösség, ami az életét alárendeli. Tehát képes lemondani jelenlegi hasznokról a következő generáció túlélése érdekében. Tehát nem önmagának ér, hanem fölfogja azt a körforgást, hogy ő neki tudnia kell az ősei történetét, történelmét, akaratát, mert ő ebből született és ezért létezik. És az ő rövid kis életében ezt tovább kell folytatnia, hogy a következő generációnak az életföltételeit biztosítsa. Tehát a nemzetben gondolkodás az nagyon nehéz, nagyon nagy kötöttségekkel jár, ugyanis nem szabadon rendelkezek azzal, amit én akarok, hanem minden gondolatomat annak kell átjárnia, hogy a következő generáció is nemzetnek nevezhesse magát. Ennek az alapja a tisztesség, a becsület, a közjó szolgálata. Tehát nem az egyéni érdekeket helyezi célnak, hanem a közérdekeket. És ez a Szent Korona tantnak az alapvető lényege, hogy mindig a közérdeket képviseli. Az egyéni érdekek nem írhatják fölül a közérdeket. Tehát az időn keresztül a folytonosságot mindig tovább kell vinni. Ezt nagyon szépen megfogalmazta 1920-ban, Trianon után, amikor totálisan ki akarták végezni Magyarországot. Tehát Trianont egyetlen európai nemzet nem élte volna túl. Magyarország helyreállította a Szent Korona jogfolytonosságát, és 6 éven belül Európa középmezőnyébe emelkedett. Ugyanezt most is meg tudná tenni a Szent Korona, hogyha használnák. Az akkori kultuszminiszter nagyon pontosan leírta, hogy mit jelent a nemzetben való gondolkodás. Mert lehet egy nemzetet szegényé, oldussá tenni, de ha a nemzetben lakozó szellemi és erkölcsi erőket megtartani és gyarapítani képesek vagyunk, akkor a nemzet nincs elveszve, és mindent vissza lehet szerezni. Ez lenne az alapja ma is a Szent Korona tantnak. Akkor a haza. A haza az nem csak az udvarom és a szomszédom és a környezetem, az egy kulturális fogalom. Ugyanis egy kulturális tér, ami azonos nyelvű, azonos gondolkodású emberek alkotnak. Ahol nekem eszembe nem jut eladnom a földemet idegennek, ahol eszembe nem jut elhagyni a szülőföldemet, mert ott vannak a barátaim, a temetőben ott nyugszanak az őseim, és én ide születtem, és nekem ez a helyem. És azért születtem ide, mert Jóisten ide szánt engem, és akárhova elhagyom az országot, vagy elhagyom a körülményeimet, mindig hiányozni fog. Ezt igazán a honvágy az, ami legjobban ki tudja fejezni, és azok, akik elhagyták az országot, és évtizedeken keresztül más idegen környezetben élnek, erről ők tudnának legtöbbet beszélni, mit jelent a honvágy. Tehát a haza a nemzet tulajdona. És éppen ezért a haza a legfontosabb a számára, mert tudja, hogy ha a hazát elveszíti, akkor a túlélési lehetőségeit is elveszíti. Ma éppen ez a dolog folyamatban. Az igazság. Hát ez egy roppant érdekes téma. Én kétféle igazságot különböztetek meg. Az egyik a kisbetűs, a másik a nagybetűs igazság. A kisbetűs igazság az ego, az én, a személyes igazságom, amivel én nekem jogomban áll becsapnom bárkit, megloptom bárkit, mert én nekem szükségem van rá, és egyébként is hát segítenem kell a gyerekeimet, stb. Rengeteg indokot lehetne erre fölhozni.
ez az ego, az én, az személyes igazságom, aminek, ha visszavezetjük az egészen az ősi dolgokhoz, ez a Káin Ábel vagy Romulus Rémus féle gondolkodás. Nézd meg, hogy ki a jobb nálad, és iktasd ki. Tehát a versenyszellem szellemében szabadon letaposhat bárkit, nyomja víz alá bárkit, csak te maradj fönt. Ma az ország és a világ 90%-a ez a gondolatokkal él, mert ezt tanították neki, és soha nem is hallott szinte még más. És elfogadja ezt a jogrendet, érzi, hogy nem jó, de nem lát jobbat. Na most ehelyett van egy másik is, tehát ez azt jelenti, hogy a másikból megélni, a másik gondolat az, hogy a másikért. Tehát amikor nem lenyomni akarom az embertársamat, és erre a Hunor Magor féle gondolkodás a tökéletes példa, ahol szintén versenyeznek egymással a testvérpár, de az a győztes, amely föl tudja emelni magához, vagy esetleg maga fölé tudja emelni a másikat. Tehát kihozza belőle a jót. És az alapmotója pedig az, hogy ami nekem jó, az neki is jó. Ami neki jó, az meg nekem is jó. Ebben nélkülözhetetlen a közösségi gondolkodás, az összetartás, a bizalom, a szeretet. És ez a Hunor Magor féle gondolkodás alapja, és ez a szemkorona elméletnek is az alapja. Ma a világot a pénz hiánnyal, a félelemkeltéssel, a gyűlölettel és az irigységgel irányítják. És sajnos ezeket miután minden önnal ezt kapja az ember, magáénak vallja egy idő után, és ezzel tökéletesen meg lehet béníteni a gondolkodást. Tehát nem látja az ember azt, hogy mi a kiút, és csak szenved, küzd, keres, de nem találja meg a kiutat. Át kell lépni ezt, tehát egyszerűen a pénz hatalmát el kell felejteni. A közösségi életben minden egyszerűbb és minden könnyebb, ha egymás összeadódik a közösségnek a tudása, a jó indulata és a szeretete, az az igazán jó és emberhez való élet. Tehát ez a kétféle igazság közti különbség. A hűségről az előbb már pár mondatot mondtam, ez volt a legnagyobb erő, a legnagyobb hatalom. Ugyanis a hűség az azt jelentette, hogy valaminek az elvét magamévá elfogadom, és azt mindenek fölött betartom. A hűséggel a magyar nemesség mindig a Szent Koronának szolgált, és a király adhatott nemességet a koronának tett szolgálatokért. Tehát bárki lehetett nemes, aki valamit végrehajtott, valami nagy dolgot, vagy valami szép dolgot, akkor a király nemességet adott neki, és földbirtokot, amit aztán később el sem veszíthetett. Tehát a vérszerződés negyedik pontja is a hűséget fogalmazza meg. Hogyha valaki álmos vezér és a többi fejedelmi személyek utódai közül az esküvet kötött megalapodásokat meg akarná szekni, örök átok súlya. Tehát a király sem szekheti meg a hűségét a Szent Koronához. Egyik Szent Koronát annak egyik alapvető szabálya az, hogy törvénysértés jogot nem alapoz. Tehát, hogyha valamikor megszakadt a hűség a Szent Koronához, és ez ötször szakadt meg eddig, utána a magyar nemesség helyreállította a jogfolytonosságot, mert a törvényszegés jogot nem alapoz. Tehát abban az időben, amíg törvényszegés uralkodik az országban, tehát nem legális állapotok, az amikor véget ér az előidéző ok, azonnal helyreállítják a jogfolytonosságot, a hűséget a Szent Koronatonhoz, és a közte levő törvényeket kidobják az ablakon, mert az érvénytelen. Valamit megvizsgálják, ami olyan, ami belefér a Szent Koronatan követelményeibe, az benn maradhat, de az összes többi érvénytelenné válik. Ez jelenti a hűség, és a Szent Koronatan nem egy lehetséges alternatíva, hanem kötelező, érvénytelenítetetlen. Tehát az egyik alaptörvénye azt mondja, hogy sem a fő, a király, sem a nemzet, a tagok nem határozhatják meg a Szent Koronához való viszonyukat. Tehát ez azt jelenti, hogy a Szent Koronaton örökös és érvénytelenítetetlen. Soha nem próbálták meg érvényteleníteni. Ma is érvényben van a Szent Koronaton, csak nem használjuk. Helyette használjuk azt a 49/20-as sztálini alkotmányt, amit azért írt Sztálin, hogy Magyarország megfossza az alkotmányától, és egy akaratgyenge, kirabolható ország legyen. Mai napig ez az alkotmány van érvényben. Majd később beszélek róla, hogy hogyan meg miképp, sajnos még mindig ugyanez az alkotmány van, mert az alkotmány kétféle alkotmány lehet. Vagy a Szent Korona alkotmánya, vagy bármi más. Még hogy a Szent Korona alkotmánya érvénytelen, így bármi mást használunk, az mindig illegitim, tehát törvénytelen. A mai rendszerünk is törvénytelen.
mert a szemkormány jogfolytonosságát még mindig nem állították helyre.